szeretettel üdvözlök mindenkit. Egy nagyon érdekes író-olvasó találkozó kapcsán, debreceni író-olvasó találkozó kapcsán fogunk most beszélgetni egy nagyon érdekes életet élő, nagyon színes életet élő úriemberrel, Tepli Tamással. Szeretettel köszöntelek a stúdióban. Egy majdnem tökéletes férfit látok magam előtt, hiszen ez a nagy sikerű könyvednek a címe, amelyet hál' Istennek a debreceni olvasók is megismerhetnek, megismerhettek. Első kérdésem az lenne, hogy honnan az a nagy bátorság, amiről az életedet leélted. Mert én ezt a könyvet elolvasva azt láttam, hogy ez az ember, ez a férfi, ez a majdnem tökéletes férfi, ez bátor, minden helyzetből próbálja kihozni azt a lehető legjobb opciót, ami lehetséges, és hogy szinte soha semmitől nem félt, semmitől nem félt belevágni egy olyan dologba, amely rendkívül bizonytalanok ígérkezett, vagy esetlegesen, hát nem ígért semmi nagy örömöt, vagy nagy beteljesülést. Hát honnan a bátorság? Hát a bátorságon itt van, hogy ezek mesék. Ha valaki meséket ír, akkor bizonyára nem lehet úgy megfogni, hogy valótlanságokat írt, mert hiszen mesékről van szó. A másik az, hogy szeretem a kihívásokat, nem szoktam elmenekülni előlük. Akkor kitaláltam, hogy most éppen írni fogok, akkor rájöttem arra, hogy milyen nagyszerű dolog ez. Mit mond magának az ember akkor, amikor 23 éves korában, 11 svájci frannal a zsebében elhagyja hazáját, Magyarországot, és szerencsét próbál nyugaton? Mi az, ami... Én olvastam a könyvet, és tudom azt, hogy egy nagyon talpraesett emberről volt szó, dacára fiatal korának, de mégis mi volt az, ami belsőleg motivált abban, hogy belevágj, és hogy minden nehézség ellenére ne add fel semmilyen szituációba az életednek egy olyan fokú megérését, ami értékeket, élvezeteket is tartogathat akár, ahogy a mesében olvashatjuk. Igen. Valahogy az én szituációm emlékeztet arra, hogy jelen pillanatban mi történik a világban. Tudnélik, én nem tudtam, hogy mit fogok tenni, én csak szerettem volna megismerni egy világot, ami akkor nem volt annyira lehetséges, hiszen nem lehetett utazni. És én arra gondoltam, hogy nem csak, hogy szeretném megismerni, hanem ki is akarom próbálni, nem csak a világot, hanem saját magamat, de ennek a következményét én nem tudtam fölmérni. Így amikor kiérkeztem az akkori Nyugat-Európába, igencsak meglepődtem azon, hogy ezt nem csak, amit én hallottam, vagy elmondtak nekem, hanem ezek olyan élő dolgok, amivel meg kellett birkoznom. Például mondok egy olyan kis történetet, ami vidám, hogy amikor én kiérkeztem Németországba, akkor ugye számomra minden új volt, szerettem volna megtapintani, megfogni, megszagolni a dolgokat, és így, amikor én a barátomnál laktam, barátomnak a testvérénél, akkor találtam egy nagyon érdekes és nagyon jó illatú port, amire én azt hittem, hogy az arcpúder, és aztán rákentem az arcomra. Ez, ahogy később kiderült, ez az Ariel nevezetű mosópor volt. Ezért mondom, hogy hát az ember, mikor ilyen szituációba kerül, akkor sok-sok apró cseprő dolgot lát, amit aztán később csak nevetni tud róla, de van olyan is, ami nem szabad nevetni. Például én voltam menekültáborban, megismertem, ez Köln mellett volt, ez volt Németország legnagyobb menekültábora, és én bizony tudom, hogy ez nem egy luxus szálló. Tehát amikor ma arról beszélünk, hogy emberek tömege elhagyja a hazáját, és megpróbálja egy új otthont keresni, nyilván nem mindenki a háború elől menekül, mert ez lehetetlen 1 millió ember tekintetében, de az egész biztos, hogy szeretnék kipróbálni magukat, szeretnének jobban élni, mint ahogy én is szerettem volna abban az időben. Ha az ember megnézi a legnagyobb közösségi oldalon a Tepli Tamásnak az oldalát, illetve olvas a könyvből, akkor azt tapasztalhatja, hogy ennek a könyvnek, illetve vélhetőnek a szerzőnek is, sok hölgyrajongója van. Gyönyörű szép szavakkal írnak hozzászólásokban erről a könyvről, azt írják izgalmas, azt írják jó humorú, azt írják lebilincselő.
Hát akkor kérdeznék, mint férfi egy titkot tőled, hogy hogyan lehet ilyen közel férkőzni ilyen sok időn át, és ilyen alaposan a mesék szerint is a hölgyek szívéhez. Hát ez nyilván genetikus. Az én nagyapám, aki egy fantasztikus ember volt, ő 13 gyereket nemzett, szegény nagymamán nem győzte ugye kihordani a gyereket, tehát nyilvánvalóan ő is nagyon szerette a női nemet, és hát valószínűleg az egész családom úgy volt, hogy valamely módon kapcsolódott a kapcsolatok, vagy akkor, amikor kapcsolatok keletkeztek, vagy amikor elváltak, és így én is úgy voltam vele, hogy én a nőket nem csak hogy szeretem, hanem nagyon tisztelem is őket, hiszen egész életemben például a cégeimnek mindig női vezetői voltak, mert a nők a sokkal empatikusabbak, sokkal racionálisabban gondolkodnak, mint mi férfiak, és ráadásul még szépek is hozzá. Ez valóban így van, akkor lehet, hogy a tisztelet a titka ennek a sikernek. Egyébként egy majdnem tökéletes férfi meséje, ez a kötet címe, a könyvednek a címe. Mitől majdnem? Hát attól majdnem, hogy... Érve, ha majdot kihagyjuk, akkor mitől egy nem tökéletes férfi meséje? Igen, hát ez nem véletlen, hogy ezt persze. A szójátékot én használtam, mert senki se tökéletes, se nő, se férfi. Különösen én nem vagyok tökéletes. Ezt minden értelemben lehet gondolni, mert hogy amikor az ember elkezd azon gondolkodni, hogy mik az előnye és hátránya, mik azok a tulajdonságok, amik előre vittek az életembe, akkor mindig azt tudom mondani, hogy hát ehhez tartoztak a nők is, hiszen nagyon sok embert úgy ismertem meg, hogy kalandokba bocsátkoztam, átéltem különböző kapcsolatokat, amiből mindig azért legfontosabb az én családom volt, és kevesen tudják elmondani, hogy 54 évig él ugyanazzal a nővel, a feleségemmel, aki nagyon sokat segített az életembe ahhoz, hogy nem csak, hogy megvalósítsam a dolgokat az életembe, hanem hogy szabad legyek. Nagyon kevés férfi tudja elmondani, hogy szabad, én az vagyok. Hát szívbeli gyerek, és gratulálok. 1964-ben hagytad el Magyarországot a könyvtanús, a mesék tanúsága szerint, most 2016 van. Közben te jártál, ha jól tudom, 102 országban, ha jól tudom, 20 országban alapítottál céget, többek között például a Szovjetunióban is, igen, nem Oroszországban, hanem a Szovjetunióban. Mi hajtott? Végül is, ha azt nézzük, ha jól olvastam a mesékben, a történetben, a könyvben, akkor te egy bizonyos idő után már egy mind szakmailag, mind financiálisan egy befutott ember voltál, sikeres ember, ha itt tetszik. Igazából én azt gondolom, és lehet, hogy én gondolom rosszul, nem lett volna neked kötelező már annyira, hogy így mondjam, bocsánat, a szóhasználatért ficcelek, lízek, limozogni és menni tovább. Mi volt a hajtóerő? Hát ugye, ahogy rögtön az elején elmondtam, egyrészt a kalandvágy. Uh-huh. Másrészt hedonista vagyok, tehát szerettem magamat a előtérbe. És ezért számtalan olyan dolgot vittem véghez az életem, amit tényleg nem gondoltam végig. Tehát ezek csak olyan elhatározások voltak, amit én úgy gondoltam, hogy szeretnék megvalósítani, csak nem láttam a végét. Amiről beszélsz, hogy én a volt Szovjetunióban egy klinikát alapítottam, az azért volt érdekes, mert abban az időben ilyen nem volt lehetséges. Tehát én vállaltam volt az első, az a valamikori Szovjetunióban, aki az egészségügyben egy közös vállalatot alapított, és azt meg is valósította. Hozzá kell tennem, hogy abban az időben elég nehéz volt Moszkvába egy ilyen vállalkozást beindítani, mert két dolog volt, ugye ők elvállalták azt, hogy fölépítik magát a projektet, a rendelőt, mi meg azt, hogy betanítjuk az orvosokat, berendezzük a rendelőt, meg marketinget hozzuk Magyarországból, Svájcból, más országokból. Csak az volt a baj, hogy
a mi részünkről mindent megtörtént, ott viszont az volt, hogy addig tartott a lelkesedés, amíg volt vodka. Most az az időben ugye nagyon érdekes volt, akkor találták ki, ha volt a Szovjetunióban, hogy vodka tilalom van, szesztita tilalom van, ez nehéz volt vodkát szerezni, ugyan mindenütt lehetett kapni, de ugye miután elfogyott egy üveg, hát kellett volna itt szerezni, úgyhogy azért érdekesek voltak ezek a dolgok. Nem beszélve arról, hogy hát én olyan helyeken is voltam, ahol ma üzletet keresünk, például Azerbajdzsánban, ahol hát nem valósítottam meg a tervemet, mert én mindig akkor kezdek és fejezek be valamit, hogyha megvan hozzá az erőm és a lehetőségem, és azt fölmérve rájöttem arra, hogy ez akkora projekt volt, amit én nem tudtam megvalósítani, de hihetetlen kalandjaimban volt, ott is részem. És azon kívül, hogy megtanultam a fűrvadászatot, mert az illető éppen miniszter ezzel foglalkozott, én nekem az a része jutott, hogy én megismerhettem Bakut, ami egy csodálatos, szép város, kevesen ismerik, és azt is megismerhettem, hogy milyen a vendégszeretet az Orienten, és hogy lehet, hogy kell viselkedni azokkal az emberekkel, akik kitárják tulajdonképpen a szívüket, de soha nem tudjuk, hogy a szavak mögött mit lehet találni, mert az Orienten bőbeszélődőek, az emberek szóvirágokat használnak, és nem tudja az ember, hogy hova tegye ezeket. Én ezt le tudtam vonni önök a következtetés, és nem fejeztem be ezt a projektet, tehát lehet azt is tenni az életbe, hogy valamit elkezd az ember, és rájön arra, hogy nem szabad tovább vinnie, mert a szava hihetőséget kockáztatja. Nem tudom, kockáztattál-e valamit, amikor úgy döntöttél, és az is kuriózum, hogy 70 évesen megírod az első könyved, ugye ez volt, lett az egy majdnem tökéletes férfi mesély című könyv. Miért döntöttél úgy? Semmiféle rizikót nem váltam magamra, mit történelek, fiam, nem sikerül. Tehát ez nem minném, hogy ez olyan nagy kockázata jár. Az már igen, hogy nem szeretek sikertelen lenni. Ezért aztán nagyon sokat tettem annak az érdekében, hogy ez a könyv igazából sikeres legyen. Nagyon sokat utaztam az országba, sok helyen szerepeltem, minden kereskedelmi televízióban megfordultam, de az az érzésem azért megmaradt, hogy az emberek, amit leírtam, miután elég mozgalmas volt az életem, szívesen olvassák és vissza is jelzik, így még bátorságot is adott arra, hogy további könyveket írjak. Ezek szerint készül újabb kötetet? Szegény emberek számára. Most éppen egy teljesen más könyvet fejeztem be, ami egy ilyen ponyva, régi ponyvaszerűség, ami arról szól, hogy nem szól semmiről se, és ehhez még hozzájárul és társul, hogy ezt a semmit, ezt még képek formájában is megjelenítjük. Ez egy olyan könyv, ami egyrészt egy regény, egy ponyvaregény, másik oldalon pedig egy képregény, és azt hiszem az első ilyen, én nem nagyon találkoztam vele a világban, amit szét lehet szakítani, és el lehet ajándékozni. Tehát mind könyv is megáll, és mind képregény is megáll. Van, tehát én megtartom, ezt elolvastam, és a képregény tovább ajándékozom egy másik generációnak. Egy utolsó kérdés, hagyd tegyek föl neked, akik most nézik, a kedves nézik a műsort, és bizonytalanok abban, hogy mit csináljanak mondjuk akár a munkájukkal kapcsolatban, mit csináljanak az életükkel kapcsolatban, ugye rengetegen gondolkoznak most Magyarországon arról, hogy menjenek-e nyugatra, vagy már elmentek, hogy jöjjenek-e vissza. Rengetegen bizonytalanok abban az itteni állapotokban, rengetegen bizonytalanok akár a magánéletükben. De a sok bizonytalanságra te, aki már annyi mindent megtapasztaltál, mit tudsz mondani? Induljon el mindenki, és próbálja meg? Úgy, ahogy te is megpróbáltad, és... Nagyon sokféle motiváció létezik az életben, amikor elhagyja a hazáját. Tudjuk azt, hogy korábban a mesterembernek kötelező volt elmenni világot látni, tanulni, és utána visszahozni azt a tudást, amit megszereztek. Ma Magyarországon nagyon sok ember azért megy el külföldre, mert egzisztenciában szeretné megalapítani, jobban szeretné élni. Ezt tudjuk mindannyian. Nagyon sokan nem tudják, hogyha kimennek külföldre,
hogy ott sincs minden kolbászból a kerítés, bocsánat. Ott is keményen kell dolgozni, és hogyha összehasonlítjuk az élet színvonalat és az életnek azon részét, amikor arról szól, hogy a napi megélhetésre van szó, akkor azért nem olyan rózsásán minden. Ugyanakkor a tapasztalat megszerzése külföldön, a nyelv megtanulása, az nagyon sokat számít, és még mindig bárki eldöntheti az életében, hogy ő vissza akar térni szülőhazájába, vagy nem. Én, amikor elmentem ebből az országból, én meg se fontoltam, hogy én örökre el fogom hagyni, és ez meg is történt az első adandó alkalommal, amikor lehetett visszatértem, ugyan nem itt lakom, tehát nem az a fő lakhelyem, hanem második hazámba, Svájcba élek, amit én nagyon szeretek és tisztelek, és talán úgy tudnám mondani, hogy a világ egyik legjobban élhető országa, de azért az én életemet, a fiatalságomat ebbe az országba töltöttem, és szeretem az országot. Néha bajom van vele, le is írtam a könyvembe, de hát kinek nincs baja ott azzal, ahol született. Mindenesetre nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Örülök, hogy Debrecenbe üdvözölhettünk. A kedves olvasók is találkozhatnak Debrecenbe Tepi Tamással, egy igen érdekesnek érkező író-olvasó találkozón. Április 27-én szerdán 16:30-tól a Piac utca 68 szám alatt a Benedek Erek könyvtárban. Köszönöm a figyelmet, minden jót, viszlát!